Mihajlo Primic művészettörténész új projektje sok ember érdeklődését keltette fel, melynek keretében a résztvevők megismerkedhetnek többek között az ungvári görögkatolikus székesegyház történetével. Ez lett az Életem Fája jótékonysági alapítvány által szervezett Kárpátalja szakrális művészete nevet viselő programsorozat első állomása. A kezdeményezés elsősorban a belső menekültek érzelmi tehermentesítését hivatott szolgálni, viszont a kirándulásokon a helyieket is szívesen látják. Elsősorban érzelmi támogatást szeretnék nyújtani, hogy eltereljük az emberek figyelmét a gondjaikról, és pozitív impulzust adjunk nekik. Tavaszi örömet, művészetet, valami olyan informatív dolgot, amivel az emberek felfedezhetik önmagukat. Úgy látom, hogy az emberek már bekapcsolódnak az itteni életbe, és a helyi társadalom részévé válnak. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek. Az Életem Fája egy pszichológiai oktatási és kulturális tér. Alapítványunk hangsúlyozott célja a pszichológiai támogatás, emellett az oktatási és kulturális szférában is tevékenykedünk. Összesen 4 ilyen találkozót tervezünk, kisebb-nagyobb időintervallumokkal, annak érdekében, hogy az itt kapott információhalmazt fel tudjuk dolgozni, meg tudják érteni. Ma az első állomást járjuk végig. A túra Ungvár és a székesegyház történelmének ismertetésével kezdődött. Az épületegyüttes néhány terme a 17. századból származik, de vannak helyiségek, amelyek a 19. század közepén épültek. A legutóbbi komoly munkálatok, amelyek a katedrális körül zajlottak, a két torony újjáépítése volt 1879-ben, amikor a neoklasszicista oszlopcsarnok is elkészült, ami magának a katedrálisnak a homlokzatán található. Az épületegyüttes kialakítása 1640-ben kezdődött, és először, mint jezsuita kollégium működött. A jezsuita kollégiumok nagyon fontos szerepet játszottak. Például a Budapesti Egyetem a nagyszombati folytatása. Láthatjuk, hogy a felsőoktatás Kárpátalján 1646-ban kezdődött. A későbbiek során itt kapott helyet a papi szeminárium. A 18. század végétől Ungvár nagyon fontos kulturális, szellemi és oktatási központtá vált. Ezt megelőzően ezt a feladatot Munkács látta el. Az első helyszín a püspöki kápolna, különösen Boksai József freskói miatt jelentős. A következő helyszín a konzisztóriumi terem, ahol Kárpátalja egyetlen barokk festészeti alkotása látható. A túra a székesegyházban zárult. Nem csupán Kárpátalja, de Ukrajna viszonylatában is egyedülálló dolgokat volt alkalmunk látni. Az 1780-as évekből származó barokk építészet csodáival ismerkedhettünk meg, illetve Boksai József 1927-ben készült freskóival a püspöki kápolnában. Egy másik remek mű a katedrálisban látható 1779-ből származó ikonosztáz és a boksai alkotások a székesegyház főhajójának mennyezetén. Van itt egy gyönyörű Jean-Baptiste Tipolo hatásának jeleit viselő remek mű, a Krisztus Urunk megtalálása. A résztvevőknek tetszett a túra. Mindent testközelből láthattam. Hihetetlen élmény. Új megvilágításban látom a várost a valláson keresztül. A művészettörténeti túra hamarosan folytatódni fog, mégpedig a Gerényi Körtemplomban és a Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeumban. A 4. találkozáson a résztvevők az ikonfestészettel fognak megismerkedni.